A hatalmas hóesés sem akadályozta a csapatokat abban, hogy megmérkőzzenek egymással. A Soroksár vendége a Vác volt. Mindkét csapat kupa meccset játszott szerdán, együttesünk kiesett a Diósgyőr ellen, míg a Vác bomba meglepetést okozva búcsúztatta a videótont. Óriási önbizalommal felvértezve léphetett pályán így a piros-kék együttes, csapatunk pedig már nagyon szeretett volna a majd két hónapig tartó hullámvölgyből végre kimászni. Óriási meglepetés a kezdőnket illetően, a rengeteg sérült és eltiltott játékos miatt a mindössze 20 éves Kersák Roland kezdett a kapuban, Sije Gyepes Frölik még a keretben sem volt. A mérkőzést Weiser Roland vezette, segítői Iványi István és Berényi Ákos voltak. Az ideálisnak abszolút nem nevezhető körülmények között kezdődött a mérkőzés, a hóesés nem segítette a csapatokat, de úgy tűnt a Soroksár tudott hamarabb alkalmazkodni a körülményekhez, és a 21. percben szép akciót vezettünk, ami húszákra jött ki, csapatkapitányunk azonban középre célzott, Halasi védett. 10 perccel később Valencsik centerezett be egy labdát, de húszáktól elpattant a játékszer. A 34. percben először lőtt kapura a Vác, Zsolnai ügyesen cselezte magát lövőhelyzetbe, Kersák azonban jól fogta a szöget. Egy perc múlva viszont megszereztük a vezetést. A Króneren felpattant labdát Huszák fejelte Alberthoz, aki bekotorta a Halasi teste alatt a vezető találatunkat. Két perccel a félidő vége előtt egy meg nem adott gól, Dvorzsák tette vissza Tamási labdáját Gyömbér elé, nelesen lehetett a védőnk. Majd egy Huszák lövéssel zártuk a félidőt. A második játékrészt is mi nyitottuk jobban, Gárdos lövésszerű beadását húzta le Halasi, majd az 58. percben váratlanul kiegyenlített az ellenfél. Nagy Richárd a félpályáról végzett el egy szabadrugást, amit sikerült még kifejelni, azonban a csereként beálló Major Máté jól eltalált lövéssel egalizált. 3 perccel később Kersák kellett az eredmény megtartásához, ismét Nagy ívelt fel egy labdát, ami az emberek mezeiben eljutott valahogy Hegedűsig, de védett kapusunk. A 65. percben Valencsik ívelt fel egy labdát, Gárdos tartott rá, megzavarta a szabót, majd lövőhelyzetbe hozta magát, de nem célzott pontosan. A 68. percben cserére szánta el magát Lipcsei Péter, Lakatos küldte pályára, és ez remek húzásnak bizonyult, ugyanis 3 perc múlva újra nálunk lett az előny. Huszák keveredett ki a szélre, és nagyszerűen rúgta be laposan a labdát Lakatos elé, aki két védő között kilépett, és a hálóba tette a labdát. Csapatunk keményen próbált őrizni az előnyét, játékosaink felszántották a pályát, mindent kiadtak magukból, Balajti lövésénél Kersák pedig felkapta a labdát. A 84. percben Krónel perdítése ment éppen, hogy csak kapunk mellé, majd a 87. percben Hegedűs lábában maradt az egyenítő gól. Csapatunk nagyon-nagyot küzdött, jobban akarták ezt a győzelmet, mint a Váciak, megérdemelt siker született, és 7 meccses nyeretlenségünket zártuk le. Soroksár SC, Vác FC 2-1. Először szeretnék gratulálni a kollégának. Jobb, teljesen megérdemelték a győzelmet. Úgy érzem, hogy sokkal jobban akarták. Mi is akartuk, főleg a szerzői siker után, visszatérek a talapkérdésre. Sajnos ez a mérkőzésen virálisok voltak a körülmények, de ezzel hangsúlyozom, még egyszer nem akarom, hogy véletlenül is a Soroksár érdemeit csorbítsam. Sokkal jobban alkalmazkodtak a körülményekhez. Talán azt mondom, hogy a talált mérkőzése gólja volt, talált gólok mérkőzése volt ez. A mai mérkőzés kapucsoknak nem sok dolga volt, futballjátékról nagyon nem lehetett beszélni, a jobban akaró csapat megérdemelten nyert. Egy nagyon jó csapatot sikerült megvernünk. Nyilván a körülmények azok nem voltak az igaziak, mint ebbe a hóba. És én is arra kértem a játékosomét, hogy most jelen pillanatunkban minden pontra szükségünk van. És nyilván be kell darálni ezt a mai mérkőzést, és 3 ponttal kell lejönnünk a pályáról, tök mindegy, hogy. És én ezt maradéktalanul azt gondolom, hogy nagyon jól megoldották a srácok, tényleg akaratba küzdöttek, úgyhogy egy szavam nem lehet rájuk, tehát le a kalap a játékosok előtt. Gondolom, hogy azok a srácok, akik most pótolták a 3 sérültet, az maradéktalanul mindenki megtett annak érdekében, hogy a csapat győzelemmel jöjjön le a pályáról. És én mondom még egyszer, egy igazi csapatmunka volt, és tényleg mindenki egytől egyik csúszott, mászott, és megtettek mindent a sikerén.